Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Ez az Oxigén Televízió esti híradója február 16-án hétfőn. Néhány hét alatt eltűnnek a kampányplakátok az utcákról, mozgáskorlátozott gyerekek számára nyílt játszótér Győrben, és több mint 40 koncert, valamint 100-nál is több film várja a látogatókat az idei médiavéven. A részleteket azonnal mondjuk, de előtte mutatjuk ma esti kiemelt híreinket röviden. Mentor programmal segíti a kezdő vállalkozásokat a NAV, az adóhatóság a helyes adózási gyakorlat kialakításában segít. Idén is megtartották a szakmák éjszakáját, az érdeklődők a tanulási és elhelyezkedési lehetőségekről is kaphattak tájékoztatást. Kettős győzelemmel jutott az Audi Etokácia női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjébe. A Budusnosz Podgorica elleni 30-28-as győzelem után a főszereplőket kérdeztük. És hidegfront érkezik térségünkbe, a hétvégére azonban visszatér a napos idő. Adásunk végén jövünk a részletekkel. Mentor programmal segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a kezdő vállalkozásokat. A szolgáltatás célja, hogy az adóhatóság a helyes adózási gyakorlat kialakításában támogassa az újonnan alakult cégeket. Győr-Moson-Sopron megyében minden hónapban körülbelül 500 új vállalkozás indul, ez országos szinten több ezer újonnan alakuló céget jelent. A kezdő vállalkozások támogatása céljából indult el az adóhivatal legújabb szolgáltatása, a Mentor program, ami segítséget nyújt a helyes adózási gyakorlat kialakításában. Minden kezdő vállalkozással a Nemzeti Adó és Vámhivatal felveszi a kapcsolatot a megalakulásától 30 napon belül, tehát egy üdvözlő levelet kapnak elektronikusan ügyfélkapunk vagy cégkapunk keresztül, és ebben az üdvözlő levélben rövid tájékoztatást kapnak arról, hogy mi is ez a mentorprogram, hogyan tudnak jelentkezni, regisztrálni ebbe a mentorprogramba, de magában az üdvözlő levélben is van egy link, amin keresztül egyszerűen és gyorsan regisztrálni tudnak. Bejelentkezés után a kezdővállalkozók 6 hónapon keresztül vehetik igénybe a NAV munkatársainak segítségét. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szakemberei, mint mentorok segítik, támogatják, hogyha nyilvántartásokat alapján azt látjuk, hogy valamilyen hiányosság, hiba merült föl, akkor egy figyelmeztető, felszólító levelet kap akár írásban vagy telefonon, és emellett a személyes kapcsolatfelvételek mellett még lehetőségük van a mentorprogramban regisztrált kezdővállalkozásoknak arra is, hogy havonta megrendezendő fórumokon, ilyen oktatói előadásokon vegyenek részt. Egyre több új cég él a mentorprogram lehetőségével, ami jelentősen megkönnyíteti a dolgokat az adóügyek terén. A mentorprogramba bejelentkezett, tehát regisztrált kezdő vállalkozás mondjuk elakad egy adójogi szabály értelmezésében, vagy hogy az adott adókötelezettségét hogyan tudja teljesíteni, akkor számíthat a mentorra, vagyis a pártfogójára, hogy ezekben a kérdésekben tájékoztatást kapjon. A NAV honlapján bővebben is lehet tájékozódni a mentorprogramról, ráadásul a fórumok előadásainak témáit is nyomon lehet itt követni. Interaktív műhelyeket és könnyű zenei tehetséggondozó műhelyt hoz létre a Moson-Magyaróvári Flash Károly Nonprofit Kft. A programokat az Európai Unió összesen 147 millió forinttal támogatja. Az intézmény közleménye szerint az interaktív műhelyek korábban már 2 éven át működtek. A mostani folytatásban a térség 14 oktatási nevelési intézményéből több mint 1000 gyermek vesz részt a következő 24 hónapban. Néhány hét alatt eltűnnek a kampány plakátjai. A választáson indult jelölteknek és pártoknak kevesebb mint 3 hetük maradt, hogy leszedjék a köztereken lévő plakátjaikat. Erre május 8-án délután 4 óráig van lehetőség, ezután az önkormányzatok szedhetik le a hirdetéseket, a költségeket pedig kiszámlázhatják. Ismét érdeklődők lepték el a Lukács Sándor Műszaki Iskolán Győrben. A szakmák éjszakáján bemutatták, hogy az intézményben milyen szakmák érhetőek el, és az iskolával együttműködő cégek, illetve partnerek milyen lehetőségeket kínálnak a diákoknak. Hagyományosan április közepén tartják a szakmák éjszakáját, ahol a továbbtanulás és szakmaválasztás előtt álló fiatalok nem csak megnézhetik, hanem akár ki is próbálhatják az őket érdeklő munkákat.
A kezdeményezéshez már több éve a győri Lukács Sándor Műszaki Iskola is csatlakozott. Immáron harmadik éve rendezzük meg a szakmák éjszakáját. Ez a rendezvény, ez a általános iskolás diákoknak szóló, azoknak a diákoknak, akik már felső tagozatosak és már érdeklődnek a különböző szakmák iránt. Ugye ez egy országos rendezvény, és ugye ehhez csatlakozik a Győri Műszaki Szakképzési Centrum, és azon belül az iskolánk is. Hát most ebben az évben nem számoltuk össze az érdeklődőknek a számát, a tavalyi évben 400 főt regisztráltunk ezen a rendezvényen. A program során az iskola dolgozói mellett számos, az iskolával együttműködő partner is tartott színes, interaktív bemutatót. Az este folyamán a LEGO robotépítést, a 3D nyomtatást vagy a forrasztópákát is megismerhették a diákok közelről. Emellett azonban a Győrben népszerű gépész és egyéb autószakmák is bemutatkoztak. Győr városában, illetve a régióban is azok a szakmák, amelyeket itt az iskolában oktatunk, azok keresettek. Az egy nagyon jó szakma, például az autós életpálya modell felépítéséhez az iskolánk alapképzést tud nyújtani. Tehát megtanul egy szakmát, leérettségizik, tovább tanulhat az egyetemen, vagy elmehet éppen dolgozni is. A nyílt nap segítségével a szakmát kereső fiatalok is képet kaphatnak egy-egy adott területről. A szakma választást persze még sok minden befolyásolja. Mindegyik egyformán fontos, tehát hogy jól is érezze magát az ember, meg hogy azért jól is keressen, meg hogy biztos helye legyen, tehát így egyformán fontosak szerintem. A szakmák megismerése mellett az érdeklődők találkozhattak Naoval, a humanoid robottal, melynek szintén egyre nagyobb szerep juthat a jövőbeni munkavállalásban. Mozgáskorlátozottak számára nyílt játszótér Győrben a Barátságparkban. A már meglévő játszótér mellett építették fel az új kis szigetet, így egymás mellett élvezhetik a játék örömét a mozgássérült és a nem mozgássérült gyermekek. A speciális játszótérre olyan eszközöket telepítettek, amelyek mozgásukban korlátozott, akár kerekesszékben közlekedő emberek számára is könnyen megközelíthetőek és használhatóak. Természetesen a játszótér nyitott minden gyermek számára, bejáratán a Játszunk Együtt felirat olvasható. Schiller egyik drámájával ér véget az évad a Tatabányai Jászai Mari Színházban. A német költő Stuart Máriának állít emléket 1800-ban íródott művében, mert megihlette őt a skót uralkodó kalandos élete és rendkívüli egyénisége. A nézők Kálnoki László fordításában és Forgács Péter rendezésében láthatják az egymással rivalizáló unokatestvérek és környezetük szívbe markoló történetét. Tudom, hogy a nemes gyülekezet, mint a romlott alsóház. Pénzért szokott törvényt hozni és visszavonni, Fridet oldani és kötni. Az évad utolsó bemutatója a Jászai Mari Színházban. A társulat Schiller Stuart Mária című drámáját állította színpadra. A főhős 10 éve fogoly Angliában, mert kétségbe vonta Erzsébet jogát a trónra. Kivégezni nem lehet, mert nincs rá indok, és védik a katolikus nagyhatalmak is. Erzsébet nem tud dönteni, életben hagyja a riválisát. Az angol királynőt játszó Györgyi Anna szerint Erzsébet kemény nő, ezzel együtt azonban törékeny is. De egy királynőt ki kellene vonni a természetrendelés alól, mely az emberfaj egyik felét a másiknak aláveti. Egy ellentmondásos figura, nagyon kemény, néha visszataszító, szeszélyes, van benne szeretet, de nem meri felvállalni. Egy nehezen szerethető figura szerintem. Én már úgy kezdem megszeretni, de én nagyon örülök, hogy nem ilyen vagyok. Tehát aki rendkívül magányos, egy nagyon nagy hatalommal bíró, magányos, szerencsétlen nő szerintem. Stuart Mária egyik pártfogója Mortimer, aki egész életét annak szenteli, hogy a skót uralkodó nőt kiszabadítsa a fogságból. A cél érdekében még csapatot is szervez maga köré. Hogy ragyogott szépséges arcod. Te vagy a legszebb asszony a világ. Mit üzen a Lord? Mit remélhetek? Van egy kísérlet Erzsébet, vagyis egy terv Erzsébet meggyilkolására, de ez valahogyan balul sül el. És Erzsébet ezt az egészet túléli. És innentől kezdve viszont minden dugába dől, tehát menekülni kell, az udvarnál nagyon sok ember veszélybe kerül, és hát ugye innentől kezdve rohamtempóba haladunk a drámai végkifejlet felé, ahol nagy az értékvesztesség, tehát emberek halnak meg, emberek lesznek száműzve. Schiller drámáját áprilisban még 6 alkalommal láthatja a közönség, de májusban is lesznek előadások.
Több mint 40 koncert, 100-nál is több film és egyedi közösségi programok várják a 28. tartós hullám média vév együttlét látogatóit április 27-től a komáromi Monostori erődben, közölték a szervezők. Az ország egyik legszínesebb összművészeti fesztiváljának két fő témája idén az öröm és 1968 szellemisége. A résztvevők közösen gondolják tovább az öröm megnyilvánulásait a különböző művészeti ágakban. Így a nem csak a film és a zene, hanem az irodalom is beköltözik az erődbe. A nosztalgiát ébresztő 1968-as témakör aktualitását az időszak óta eltelt 50 év adta, illetve az az erő, ami egy máig ható művészeti látásmódot és lendületet mentett át a korabeli szabad, rebellis szellemből, mondta Durst György, a MediaWave alapítvány elnöke. Fölösleges most autót mosni vagy ablakot pucolni, Afrika felől ismét szaharai homokot fúj a szél fölénk, és mivel záporok is várhatóak, érdemes várni a takarítással, figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. A poros homokos légtömeg első hulláma tegnap este érkezett Magyarországra, és kedden az esti órákig hazánk felett is marad. Final Four-ba jutott a győri Audietolkácia női kézilabda bajnokok ligájában. A Budusnot Podgoricát idegenben 6 góllal, szombaton hazai pályán pedig 2 góllal győzte le a zöld-fehér együttes. Így kettős győzelemmel ismét a legjobb 4 csapat között fejezheti be az idei nemzetközi kupa szereplését az Audietó. A címvédőgárda a keddi sorsoláson tudja majd meg, kivel kezdi a 4-es döntőt Budapesten. A Podgorica lényegesen jobban játszott, mint otthon egy héttel ezelőtt. Nagyon, nagyon okosan és nagyon felszabadultan játszott. Úgy azt tudtuk, hogy egy Podgorica ellen soha nincs könnyű, nem mérkőzés, hanem még a bemelegítés is nehéz ellenük, mert olyan mentalitásuk van, hogy semmit nem adnak könnyen, nemhogy ingyen. És egy nagyon-nagyon szenvedős, nagyon-nagyon melós mérkőzés volt, nem játszottunk jól, főleg a védekezésünk, ami dominálni szokott, az nem működött, beálló körüli védekezést nem éreztük. De én azt gondolom, hogy ne az legyen az alaphang, hanem az, hogy bejutottunk a Final Four-ba. Valóban nagyon nehéz volt a mérkőzés, nem játszottunk a legjobban. Csapatként azért együttműködtünk és harcoltunk. Igazából ma csak nyernünk kellett, és nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült. Nagyon jól érzem magam, és boldog vagyok, hogy ott vagyunk a Final Four-ban, megcsináltuk, amit akartunk. A sérült játékosaink is remélem vissza tudnak majd térni a 4-es döntőre. Most nagyszerűen érzem magam, és nem is tudok mást mondani erről. Hála Istennek, tényleg húzamosabb ideje ott vagyunk, de ha volt eddig erős Final Four, erős mezőnnyel, akkor szerintem az idei talán a legerősebb, hiszen a Skopje, a Rostov, a Bukarest és a Győr, ez egy olyan négyes, aki hát bárki megverhet bármikor. For me personally it's a dream. Nekem személyesen ez egy álom. A csapatnak úgy gondolom, amit most elért, az a cél, amiért egész évben küzdött. Most megszereztük ezt, és megyünk tovább. Nekem ez most tényleg egy álom. Erre készültem, és most élvezem, mint egy kisgyerek. És a Final Four is ugyanilyen lesz természetesen. A Sopronban elszenvedett 25 pontos vereség után mindenképpen a győzelemre volt szüksége a CMB Kargóuni Győrnek ahhoz, hogy esélye maradjon a bajnoki döntő kiharcolására. A Sopron számára viszont az volt a tét, hogy a harmadik meccs elkerülésével hosszabb pihenőt nyerjenek az Euroliga Final Four előtt. A bajnoki döntő reményének életben tartásáért lépett pályára a CMB Cargo Uni Győr a Sopron ellen. A mérkőzés első felében úgy tűnt, hogy erre meg is lesz a lehetőség. Bár a hazaiak gyengén kezdtek, ezután végletekig kielezett első fél időt játszottak a csapatok. A felzárkózás után az Uni Győr tartani tudta a lépést az Euroliga végjátékára készülő ellenfelével, sőt a nagy szünetben még vezetett is 2 ponttal. A második félidőben viszont bennmaradt az öltözőben a győri együttes, főleg Alexandra Trivendakicsal nem bírtak a hazaiak, a szerb légiós 20 pontot szórt a meccsen. Úgy jöttünk ide, hogy mindenképpen a legjobbunkat akarjuk nyújtani. Arra számítottunk, hogy a támadásaink nem lesznek a legjobbak, de szerencsére a fél időben sikerült rendezni a sorokat, úgyhogy a második 20 percben már sokkal koncentráltabbak voltunk. Az Uni Győr játékát ebben az időszakban a sok hiba jellemezte, így a harmadik negyed közepére eldőlni látszott a meccs. Sajnos buta hibákat követtünk el védekezésben, amit a Sopron meg is büntetett rengeteg ponttal.
Ahol ilyen játékosok vannak, ott ezek a hibák nem férnek bele. Ha ebből kevesebb van, akkor szorosabb lett volna a meccs, de el kell ismerni, hogy a Sopron a Sopron. Ők most még nagyjából két lépéssel előttünk járnak. Viszont a fejlődés látszott a csapatunkon az első mérkőzéshez képest. Remélem, hogy ez marad a jövőben is. Az utolsó negyed újra kiegyenlített játékot hozott, de nem sikerült az Uni Györgynek közelebb kapaszkodnia. A vége 62-54 lett a Sopron javára, akik bejutottak így a bajnoki döntőbe. Nagyon fontos volt, hogy két mérkőzésen le tudjuk zárni ezt a párharcot, mert így van időnk egyrészt pihenni, másrészt pedig felkészülni az Euroliga Final Four-ra. Ha még egy meccset be kellett volna iktatni, annak nagyon nem örültem volna. Az Uni Győr így a bronzéremért szállhat majd harcba a bajnokságban, az ellenfél pedig a Szekszárd-Zalaegerszeg párharc győztese lesz. Már a 30. fordulót játszották a labdarúgó MB2-ben a csapatok, a hétvégén azonban nem potyogtak a gólok. A Sopron hazai pályán 1-0-ra kapott ki a Soroksártól, a Mosonmagyaróvár viszont 2-1-re győzni tudott a Dorog ellen. A Szeged, valamint a Gyirmot találkozóján nem született gól, és az Eto FC Győr Nyíregyháza meccsen is csak egyszer rezdült a háló, ez a vendégeké volt. A harmadosztályban is gólszegény meccseket játszottak térségünk csapatai. A Gyirmot második csapata 1-0-ra maradt alul Kaposváron, a Dunaharaszti Csorna találkozót pedig gól nélküli döntetlennel fújta le a játékvezető. Mentor programmal segíti a kezdő vállalkozásokat a NAV. Az adóhatóság a helyes adózási gyakorlat kialakításában segít. Idén is megtartották a szakmák éjszakáját. Az érdeklődők a tanulási és elhelyezkedési lehetőségekről is kaphattak tájékoztatást. Kettős győzelemmel jutott az Audi Etokácia női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjébe. A Budusnos Podgorica elleni 30-28-as győzelem után a főszereplőket kérdeztük. Tömördi Szabina ma este is itt van velünk a stúdióban a programajánlóval. Szia Szabina, mit hoztál nekünk mára? Szia és köszöntöm a kedves nézőket! Baba Mama Jóga lesz Mosonmagyaróváron. Ez a mozgásforma a szülés után a 8.-10. héttől körülbelül a baba 10 hónapos koráig ajánlott. A csoport az egyébként bármikor lehet csatlakozni. Baba Mama Jóga kedden délelőtt 10:30-tól a Fehérló közösségi házban. Misi mókus kalandjai lesznek Tatabányán láthatóak. Egy nap misire bízzák a mókusok élelmiszer készletének őrzését, ám valaki ellopja az összes felhalmozott diót, mogyorót és gesztenyét. Misi nem hagyja nyugodni a gondolat, hogy a mókusok egész télire élelem nélkül maradnak, ezért bumbával a cirkuszi majommal útnak indulnak Afrikába, hogy megtalálják a minden termőfát. Misi mókus kalandjait kedden délelőtt 9-től, majd délután 14:30-tól lehet megnézni a Jászai Mari Színházban. Aztán magas hőfokon, vagyis kerámia és agyag szakkör Győrben. A foglalkozásra a gyerekeket várják, akik délután 4 és este 6 óra között kreatívkodhatnak majd a Magyar Ispitában. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Csapadékmentes, azonban szeles lesz a kedd az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati felében. Kedden hajnalban és reggel már szeles időre kell számítani, hajnalban 13, reggel pedig 15 fokot mérhetünk majd. Aztán a folytatásban is marad a szél és a borult időjárás, a keddi maximumok 16-19 fok között várhatók. Kedden estére alápad a légmozgás és kitisztul az ég, 11-18 fokot mérhetünk majd a nap végén. Aztán a következő napokban is marad még a szél, de inkább a napsütés veszi át majd az uralmat északnyugaton a hosszú távú előrejelzések szerint. A szerda naposan, de szelesen alakul, reggel és este 11, napközben pedig 20 fokot mérhetünk majd. Csütörtökre is napsütéses időt mondanak, a légmozgás már nem élénkül meg ezen a napon, reggel és este 8, nappal pedig 22 fokra lehet számítani. Aztán a péntek is napos lesz, reggel és este 13, napközben pedig 22 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió április 16-ai műsorát látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Győr, Moson, Sopron és Komárom Esztergom megye legfrissebb híreivel. Holnap este 7 órától újra várjuk majd Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk akkor is. Addig jó éjszakát, kellemes pihenést kívánok a viszontlátásra.
Thank you.